Extra. Szervusztok, kedves hallgatóink, ez a Kontra, Grósz Béla, Bognár Tamás, és a 24.hu podcastja, és a mai adásunkban pedig arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan lehet eredményesen utánpótlás sportoltatással inkább foglalkozni szervezeti szinten. Hogy mondjam, most már én is, mint praktizáló szülő, egyre inkább érzem ennek a fontosságát, nem csak, hogy mondjam, sportszakmai, de inkább ilyen gyermekfejlődési oldalról is, hogy legyen egy keretrendszere annak, hogy hogyan lehet a fiatalokat lekötni, képezni, és hogy legyen egy rendszerezett és kulturált környezet arra, hogy ők tudjanak egy sportban fejlődni. Nyilván, ha szakmai oldalon maradunk, akkor enélkül, a utánpótlás képzés nélkül nem lenne egyébként élsport sem. Tehát nem lehetne beszélni egy Szágáról, nem lehetne beszélni akár mondjuk egy Walter Attiláról, nehéz egyébként, egy Walter Attiláról sem, ha ezek nem lennének meg. Nyilván itthon ez egy kicsit konfrontatív téma, hogy most rendszernek a végterméke egyébként valaki vagy nem, de evezzünk arra a vonalra, hogy fontosak az utánpótlás rendszerek, és ezért Sós Sándort, az a Sanyát hívtuk meg a mai adásunkban, aki a Superior MTB-nek a atya, a csapatvezetője, mi is a te titulusod, pápa, vezérkari őrnagy. Sziasztok, én is köszöntelek benneteket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást, és egyáltalán azt, hogy a Superior csapatot bemutathatom. Gyakorlatilag a Superior csapat az egy úgymond egy családi vállalkozás, egy óriási családi vállalkozás, és az én titulusom ott egy a sok közül, aki összefogja a csapatot. Nálunk nincsenek úgymond főnökök és beosztottak, itt mindenki a saját területén próbálja maximumot nyújtani, próbálunk egymásnak, a szülőknek, a gyerekeknek és kifelé is megfelelni. Mikor alakult a csapat, és mi volt az elsődleges célotok vele? Elég régi történet, és nagyon régre megy vissza, ha nem bánjátok, akkor a legelejéről kezdeném. Gyerekkorom óta, általános iskola óta sportolok, mint az őrült, de ez még hozzátartozik még korábbi időszak. Én egy szívrendellenességgel születtem, egy gyerekkori műtétem, tehát óvtak, védtek a sporttól, semmit nem szabadott csinálnom. Ennek ellenére dacból olyan 6-7-es koromban elkezdtem futni, és gyakorlatilag ez végigkísérte az életemet, atlétika, meg minden egyéb sport, tehát az nem maradhatott ki. Innen van a nagy indítatás. Gyakorlatilag a 2010-es évek környékén született meg bennem a gondolat egy Balaton futás közben, hogy valami olyan dolgot kéne csinálni, aminek van értelme. És ez a dolog, ez 2015-ben kezdett el kicsirázni, ez lett egy kerékpáros egyesület, összeálltunk barátokkal, ismerősökkel is létrehoztuk a csapatot, pont abban az időben, amikor az egyesületek alapítása minimum egy másfél éves procedúra volt, tehát még az indulás is úgymond farfekvéses volt, az a szülés, és akkor így kezdődött el gyakorlatilag egy egyesülettel. Az én gyermekeim azok korábban pingpongoztak válogatott szinten, abból a vonalból jöttünk át a kerékpárba, elkezdtük egy budaörsi egyesületben, és látva az akkori viszonyokat úgy döntöttünk, hogy hát ezt valahogy másképp kellene csinálni, és ezért jött végül is létre a csapat. Akkor még csak egy kerékpáros baráti társaságnak titulálnám ezt a dolgot. Mi volt az, amit másképp akartatok csinálni? A legfontosabb talán az, hogy szakszerűség. Tehát már akkor is ugyanaz volt, ugyanaz a víz folyt a folyóban, mint manapság, hogy szakszerűtlenek voltak a dolgok. Szülők próbálták irányítani az edzéseket, a gyerekek felügyeletét, egyebeket, és magam is, mint szülő, ezt úgy valahogy nehezményeztem, hogy gyakorlatilag csederből vederbe kerültünk, a pingpongból kijöttünk, átkerültünk a kerékpárba, amit nagyon tetszett az egész családnak, a barátításnak, mindenek, de nem volt az a vonzerő, ami ott tartott volna minket, és ahelyett, hogy abba hagytuk volna az egészet, és ment volna a levesbe minden, úgy döntöttünk, hogy akkor próbáljuk meg ezt másképp csinálni. És a másképp csinálás az a szervezettségen, és amit már előbb is mondtam, hogy mindenki azt csinálja, amihez a legjobban ért funkció továbbvitele volt, vagy betöltése volt, és ez a mai napig is így van. Tehát, ha jól értem, akkor ez az ilyen foci anyuka szindróma volt, amikor a pálya széléről a bírót anyázzák éppen, nem? Igen, ez egy nagyon jó hasonlat, tehát ez egy pontos leírás volt. Afelé menjünk tovább, hogy elindultatok 2015-ben,
mennyire volt nehéz újonnan induló csapatként? Azt mondtad, hogy másféles procedúra volt. Hogyan indultál, és merre jutottatok most a taglétszám meg ilyen tekintetében? A szervezeti felépítésünk, úgymond az egyesület működése, az indítás volt nagyon nehéz. Tehát ezek a törvények, meg egyebek, amik ránk is vonatkoztak, be kellett tartani mindent, ez nehézkesen ment. Maga az edzések, a csapatépítés, az nekem gyakorlatilag a hobbim, vagy a pszichiáterem, vagy a pszichológusom. Annyit azért elárulok, hogy én egy 25 éves munkaviszonyt adtam föl ezért az egészért, illetve pontosabban egy 30 éves kereskedelmi tevékenységet a hipervilágban, úgymond, amit nem bánok, és ez volt az a lépés, az egyik lépése, vagy döntés életemnek, ami a legjobb döntés volt, és most gyakorlatilag nem tárgyakat értékesítek, és küzdök a százalékokért, és küzdök a stroke ellen mondjuk, hanem gyerekekkel, szülőkkel, edzőkkel beszélgetek, nevetgélek, küzdök, veszekedem, hasonló dolgok, tehát egy óriási pozitív stressz ér engem nap, mint nap, és ez előre mozdít mindent. Ha valamit kérdeznének tőlem, hogy mit ne csináljál, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy multivilágból ne menjél egy kerékpáros csapat irányításába. Tehát, hogy ezek még a mai világban is, nem még akkor, amikor ti kezdtétek, nem azok az állások voltak, amiből vastagon meg lehet élni. Ezt nagyon jól látod. Tehát az első, nagyon sokáig húztam ezt a tésztát, hogy így fogalmazzak, ezt a rétes tésztát, mert ugye mindig a pénz, hogy legyen meg a havi szintű bevétel, ez nagyon sokat számított. De eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy ebből elég volt, tovább nem vagyok hajlandó kapitalizmust építeni és az egészségemet tönkretenni, és akkor döntöttem, hogy ha a töredékét is fogom keresni, vagy még az se, és itt a feleségemnek is nagy köszönet, hogy segített ezt az egészet végezni. Egyébként ő az elnök, tehát az egyesület elnöke, úgyhogy egy főnöktől megszabadultam, de maradt még egy, akit nagyon szeretek egyébként, úgyhogy maradjon is így. A lényeg az, hogy ez óriási motiváló tényező volt az egészben, hogy kereskedelemben megtanult dolgokat itt tudom kamatoztatni. És akárhogy is nézzük, a mérlegnek két oldala van, ez a sportban is így működik, és a kereskedelemben is így működik, de az iparban is. Tehát ennek mindig egyensúlyban kell lennie, az nem lehet, hogy a mérleg egyszer ide, egyszer oda billen. És nálunk talán ez az egyik legfontosabb szempont, hogy ez a mérleg ez mindig próbál egyensúlyban maradni. Emlékszem arra, hogy amikor megalakultatok, kétes volt azért a ti megalakulásotoknak a híre. Tehát mentek olyan pletykák, hogy azért ti ellopjátok a fiatalokat, jaj, meg hát ez egy nagyon partizán akció. Gondolom ez hozzátok is visszajutott, ti ezt hogy éltétek meg, illetve hát gondolom face-to-face ilyen diskurzusok, hogy srácok, ezt nem így kellene csinálni, vagy miért csináljátok így, ez meg nem is történt meg. Én ennél sokkal kacifántosabb dolgokat is hallottam egész magas régiókból leereszkedni, miszerint én egy milliómos vagyok, és így nagyon könnyű csapatot építeni, de higgyétek el, hogy a nulláról kezdtük az egészet, és amit említettem, a budaörsi csapatban kezdtünk, akiket én igazából tisztelek és becsülök, amit most is végeznek. Ott nem működött az utánpótlás nevelés, és onnan váltunk ki, mert gyakorlatilag nem felelt meg a minimális elvárásainknak sem, ami nálunk most ugye van egy ilyen elvárási kódex, hogy minek kell megfelelni egy edzésen, és úgy döntöttünk, hogy ezt mi nem tudjuk tovább forszírozni, folytatni, ezért eljöttünk, és természetesen jöttek a gyerekek velünk. Ez egy olyan lépés volt, amit meg kellett lépni, így utólag is elnézést kérek a Filaritól, ha ez őket bármilyen szinten negatívan befolyásolta, de azt hiszem, amit felépítettem azóta, az engem igazol, és ez a létszámú gyerek, ez még nekem is hihetetlen, tehát én nem akartam ekkora léptekkel haladni, de most ott tartunk, hogy tényleg meghatározói vagyunk létszámban, és most már eredményességben is a magyar kerékpársport, utánpótlás kerékpársportnak. Hány tagot számláltok most egyébként? A taglétszámunk az 350 fő környékén jár, akik tagdíjat fizetnek és a csapathoz kapcsolódnak. Gyakorlatilag elmondhatom, hogy a 350 főt arcról és talán névről is ismerem egyenként mindenkit, tehát ez egy nagy dolog, hogy mindenkivel vagyok valamilyen kontaktusban. Ebből a 350 főből körülbelül 50 fő a felnőttek létszám, ami lehet szülő, kinti szimpatizás, vagy külső szimpatizás, aki azt mondta, hogy ez a rendszer, ez akar csatlakozni, és durván 300 a gyerekek létszáma, ez napról napra változik plusz irányba, tehát elég kékegyű számmal változunk havonta jelen pillanat. Ez az 5 éves fejlődésnek egy nagyon jó hozadéka így a végén. A 300 főből a licenszer rendelkező gyerekek száma körülbelül 230 fő, 240 főnél tart most.
évvégére van kitűzve az a cél. Ő nem szólt ebbe bele, hagyta a dolgokat a maga módján menni, úgyhogy évvégére szeretnénk a 300 fő licenszes, nem azt mondom, hogy versenyző, hanem sportolót elérni, és ennek az a lényege, hogy a licensz adta lehetőségeken kívül, hogy komolyan vegyék ezt az egész sportolást, akár a gyerek, akár a szülő és mindenki. Tehát mi már rég nem egy hobbi vagy egy ilyen jövevénycsapat vagyunk, amit az előbb kérdeztetek, hogy 2015 környékén mindenki így lehúzta a rólót, hogy mit akarnak ezek itt. Én akkor is tudtam, hogy nem egy év alatt, de 3-4 év alatt ki fogjuk magunkat nőni, mert rendszerben gondolkodunk, és nem ad hoc, és majd lesz valahogy történeteket írogatunk. És hogy egy kicsit kontextusba helyezzük ezt a számot, amin én is meglepődtem. Az itthoni utánpótlás mezőny, az körülbelül mekkora lehet? Tehát mennyi gyerek foglalkozik most, tudsz erről számokat, hogy mennyi van most kerékpársportban, utánpótlásban gyerek számban? És ebből ti mekkora részt tesztek ki? Hazudnék, ha azt mondanám, hogy fogalmam sincsen, természetesen nézegetem a versenynevezéseket és mindent. Ugye azokról a gyerekekről nem sokat tudunk, akik nincsenek regisztrálva az MKS rendszerében, tehát nem rendelkeznek sportolói vagy versenyzői licenszel. Ez minden klub maga tudja, hogy mennyi. Nálunk gyakorlatilag a licensz kiváltása az egy hónap próbaidő után kötelező. Tehát tetszik, nem tetszik, ebben nincs demokrácia nálunk, ez kötelező. Rengeteg előnye van, és a szülők ezt megértették, úgyhogy ezért van ekkora létszám. Tehát nálunk gyakorlatilag a 300 gyerek az valós létszám, tehát nem egy túl misztifikált történet, de az itthoni létszám, hát nem merném. A licenszesben azt mondanám, hogy körülbelül a mi teljes létszámunknak a felénél valamivel kevesebb lehet, de a teljes egyesületbe járó gyerekek létszám az természetesen körülbelül ott lehet, ahol a mi létszámunk összesen. Ez a durva, hogy összesen. Igen, nincs sok egyesület, sajnos ez a legnagyobb problémánk, és ez az egyik motivációja annak, hogy mi próbálunk terjeszkedni országosan vagy régiósan, mert a fennmaradásnak ez az egyik alapja, hogy legyen bázisunk, ahonnan majd versenyzőket olyan sportolókat tudunk meríteni, akikre majd építhetünk hosszú távon. Igen, ugye azért megdöbbentő ezek a számok, hogy magában úgy vákumban ez a 350-es darab, létszámmal nem nagyon lehet igazán mit kezdeni, és megint nem akarok így ilyen múltba visszanyúlogatni, hogy amikor én bezzeg versenyeztem, minden jobb volt, de én még tudtam azért kutyaütő hobby juniorban 30. helyen begurulni egyébként egy magyar kupán, amikor még volt 30 darab, és ez a hobby volt, tehát nem is az elit, aki licenszes. Most azért már erről sehol nem lehetne beszélni egyébként a junior mezőnyben, aki összegyűlik. Az egy másik sztori egyébként, hogy most mindenki versenyzik-e, vagy nem versenyzik, ez mondjuk hogy alakult át, de hogy jelentősen átalakult, és hogy ez is lett volna egy kérdésem, hogyha nézzük a ti csapatotokat, akkor jól érzem, hogy akkor messze menően ti vagytok a legnagyobb utánpótlás csapat most Magyarországon, ugye? Mindenképpen, tehát létszámot figyelembe mindenképpen, ha bár sokszor nem így hangzik el, de a számok, én úgy gondolom, hogy a számok nem hazudnak, a számok azok makacs dolgok, ugyanúgy, mint a matematika, tehát utána kell nézni a dolgoknak, és akkor látjuk, hogy mi van. Egyébként erre visszatérve, amit mondtál itt a régi maratonok és versenyek egyébként, azok a fiatalok, akik akkor versenyeztek, azok most hozzák a gyerekeiket, akár hozzánk, akár más egyesületekbe kerékpározni. Tehát ők az egyik olyan bázis, mert ők tudják, hogy mi az a kerékpár, ugye 80-as évek vége, 90-es évek eleje, 90-es évek közepe, a virágkor, azoknak a felnőtteknek, vagy fiataloknak a gyerekei, akik inkább már az én korombeliek, de ők most kóstolnak bele a kerékpározásba. Úgyhogy én bizakodó vagyok, tehát első perctől kezdve azt látom, hogy megfelelő marketinggel, megtalálással, mert meg kell találnia, és nem a gyereket kell megtalálni, hanem a szülőt elsősorban, most ez egy titkot elárultam, ami nem titok egyébként, elérjük azt, hogy egyre több gyerek lesz, és ez a 350, ha jövőre ilyenkor beszélgetünk, ez lehet, hogy duplája lesz. Jól éreztem az egyik mondat töredékből, hogy mintha lennének olyanok, akik kisebbíteni szeretnék a ti érdemeiteket, vagy létszámotokat? Mindig van ilyen, tehát Magyarországon élünk, csodaországban mindig történnek dolgok, úgyhogy furcsa dolgok. Egyelőre még nem vagyunk azon a helyi értéken, ahol kellene lennünk kívülről nézve. Tehát mi helyi értékén kezeljük a dolgainkat, mi tudjuk, hogy mit akarunk, mik a céljaink, hogyan fogjuk ezeket elérni, megvannak a terveink,
gyakorlatilag én ebben nem nagyon mennék bele, hogy ki mit gondol, hogy gondolja. Ez mindenki építse a saját jövőjét, a saját útját járja, úgyhogy mi ezt választottuk, ezt járjuk, a számok meg majd eldöntik, hogy meg az eredmények főleg, tehát. Amúgy ugye ti mondtam meg, egyesület vagytok von Haushaus, hogy látod egyébként, fontos ebben a korban utánpótlás tekintetében, hogy milyen szakákból indul a gyerek, vagy igazából ti egy olyan műhely vagytok, ahova bárhova tovább tud menni? Jelen pillanat 7 szakágunk van, mind a 7 szakágat jeles emberek képviselik. Ugye a Mountain Bike XCO maraton, itt a Burzsolt nevét, Cser Gábor nevét említeném meg, vagy a Cyclocross kapcsán mind a kettőjükét, a Dancsúly Dávid a megint csak az XCO kapcsán, akkor a Cross BMX, a Zsemberi Barnabás, a Triál a Hege, hát őt nem kell tovább ragozzam, nehogy kihagyjak valakit. Elindítottuk a junior DH edzéseket, ami óriási dolog volt, és iszonyatosan népszerű, egy hiánypótló dolog volt. Székely András viszi ezeket az edzéseket, illetve most már a fiatal füzesi gyerekek, a füzesi Dani és füzesi Matyi, akik rendkívül jó DH-s gyerekek, ők nálunk kezdték egyébként, és most visszatértek a fészekbe, ami egy óriási dolog. Hú, biztos kihagyok még szakágat, mondjatok, országút, bocsánat, a Kenyeres Ábel László Tamarát említhetném, úgyhogy akit nem említek, attól elnézést kérek. Buzsáki Virág, bocsánat, Virág, veled kellett volna kezdenem, ő viszi az ürömi szentendrei régiót, úgyhogy sorolhatnám még a neveket. Endleny Viki, aki most a kisbabájával van otthon, alig várjuk, hogy jöjjenek, meg most már futóbringázanak is kislány. Úgyhogy én, amikor róluk beszélek, akkor csak alig tudom abba hagyni, úgyhogy szóljatok, hogy fejezzem be, mert 15 szakképzett edzőnk van a bázisainkon, úgyhogy őrájuk nagyon-nagyon büszke vagyok, hogy nélkülük azért én semmire nem vinném, ezt tegyük hozzá. Szerepelt is a kérdéseim között, hogy azt nem gondoltam, hogy ennyi edzőtök van, de csak akiket személyesen ugye ismerek, Buzsóék, Gabi, stb. Ezek mind fizetett edzők, tehát ők nálatok fizetést kapnak? Természetesen, tehát én az üzleti életből jövök, és azt hiszem tovább. Tehát engem megfizettek akkor, és én úgy gondoltam, hogy és tisztességesen meg is dolgoztam a pénzemért, és úgy gondoltam, hogy ezt a mentalitást tovább kell vinni. Tehát itt nem működik az, ami jellemző itthon, hogy 2-3 ezer forintos óradíjakkal kiszúrják a edzőanyuka, apuka szemét, vagy még az sem. Itt én úgy gondolom, hogy tisztességes és előremutató fizetést, illetve ezt természetesen fizetést kapnak a szakembereink. Ezért is tudunk növekedni, tehát nincsenek itt titkok, tehát a pénz beszél, kutya ugat, én bármit ugathatnék, akkor sem működne a superior, ha nem lennének az embereim megfizetve, vagyis a kollégáim, úgymond a társaim, és nem lenne szakszerű az a tevékenység, amit folytatunk. Pont erre is akartam kiukadni, hogy gyakorlatilag te most kvázi egy 300 fős multicéget vezetsz, 15 vezetővel meg egyebek, tehát ez, bárhogy is nézzük, bármilyen nemes a cél, ez egy üzleti vállalkozás, ahhoz, hogy az edzőket ki lehessen fizetni, ahhoz bevétel kell, szponzor kell, stb. Mennyire durva egy ilyet felépíteni és üzemeltetni, vagy egyáltalán, ha publikus, mekkora költségvetése van egy ilyennek egy évbe? Az elejére visszatérve 100%-osan igazad van, ez semmi másról nem szól most ebből a szempontból, amit mondtam a korábban, a mérleg két oldaláról, bevétel és kiadás, ennek egyensúlyba kell lenni, akár az edzők díjazását nézem, akár a gyerekek versenyeztetését, vagy éppen az utaztatását. Ha ez nincs egyensúlyban, akkor rövid távon csődbe van az egyesület, nincs mese. Tehát nekünk, ugye legyen pillanat, például a Budaörsi Reptéren bérlünk egy óriási klubhelyiséget, a retro 80-valahány éves épület aljában, csodálatos helyen. Ez havonta, igazából anyagiakkal én nem titkolozom, mert miért titkolozzunk, tehát nem akkor a pénzekről beszélünk, amit érdemes lenne ellopni, meg egyébként se tesz ilyet az ember, mert becsületesen próbálja leélni az életét. Én ez a hitvallásom, tehát bárkinek a szemébe nézek, és megmondom, hogy hova kerül az a pénz, ami hozzánk bekerül. Csak a budaörsi repülőtért 250 ezer forint, de fogalmazhatnék úgy, hogy 250 millió forint havonta az egyesületnek. A pénzek előteremtése, ugye egyrészt vannak a tagdíjaink, vannak a havi edzés támogatás, ami gyakorlatilag 100%-ban az edzők díjazására és a infrastruktúra fenntartására megy. És az egyik legfontosabb bevételünk az a versenyszervezés. Tehát csodák nincsenek, valamiben meg kell élnünk. Én a több lábon állás híve vagyok. Évente körülbelül 15-20 versenyt szervezünk, az utánpótlás versenytől a nagy maratonokig,
cross challenge-ekig, tehát mi a challenge-ek irányába mentünk el. Itt is próbálunk valami teljesen új vonalat képviselni, és az embert előtérbe helyezni, nem pedig a bevételt, és elnézést kérek bárkitől, ha magára venné, de akkor vessen magára. És ez a egyik legfontosabb bevételünk. Illetve még egy nagyon fontos van, ami mindenek felett van, azok a támogatóink, akik vagy a versenyeket támogatják üzleti alapon, ami alapján ők visszakapnak marketing támogatást tőlünk, tehát reklámspotokat, reklámfilmeket, megjelenést, ugye elég jó a látogatókövetési arányunk a Facebookon is hasonló, ez az egyik jelentős, és akik a legfontosabbak, azok a mecénások, és most kiemelném is nagybetűvel a mecénást, ugye ő nem vár semmit azért, amit ad, csak egy tisztességes, becsületes felhasználást, aki azért támogat minket, mert látja, hogy mi úgy gazdálkodunk az anyagiakkal, hogy az egyesület javát szolgálja. És nem veszünk friss és új járgányokat 4 kerékkel például, hanem 2 kerekűeket többnyire a gyerekeknek. Azt jól vettem akkor ki a szavaidból, hogy ti pozitív szaldóval tudtok versenyeket rendezni. Létezik ez Magyarországon? Mi 2016-ban rendeztük az első versenyt, míg valakivel társulva, az negatív szaldós volt, mert a társunk meglépett a bevétellel, de onnantól kezdve én elhatároztam, hát ugye véremben is van, hogy kereskedelem meg egyebek, hogy pozitív szaldóval lehet, vagy nullással, de akkor nagyon a presztízsről kell, hogy szóljon a történet, és meg kell mutassuk magunkat, hogy ezt mi meg tudjuk csinálni. Volt ilyen is jó pár, de ha nem pozitív annak a versenynek a szaldója, akkor mi valamit nagyon rosszul csinálunk. Akkor viszont tovább kérdezem, miért van az, hogy viszont rengeteg versenyszervező azon sír, hogy nem lehet pozitívan megrendezni, nem lehet olyan nevezési díjat adni, amiben minden beleférne, és döglődnek a versenyek? Hát, bocsánat, hogy háttal kezdem, de az előző válaszomban benne volt az utolsó mondat. Ha mi valamit nagyon rosszul csinálunk, akkor az ki fog derülni. Tehát akinek nem inge, ne vegye magára. Én úgy gondolom, hogy egy versenyszervezés az egy komoly feladat és egy komoly munka. Ez nem úgy néz ki, hogy jön a verseny időpontja, és akkor elkezdek ugri-bugriálni, és akkor majd lesz valami, meg majd jönnek a versenyzők. Ez nem így van. A versenyzők nem fognak maguktól jönni, őket meg kell győzni, hosszú időn keresztül bizonyítani kell nekik, hogy érdemes vagy az ő bizalmukra, az ő nevezési díjukra. Ha ezt eljátszod egyszer, eljátszod kétszer, vagy háromszor, akkor nem fognak többet a versenyedre menni. És ugye Kelet-Európában nagyon nagy trend ugye az állami támogatásokra bazírozni, és arra építeni a működést. Most tényleg, megmondom őszintén, engem nem érdekel a összegszerűsége. Mekkora egyébként viszonyítom mondjuk a versenyekből jövő bevételekhez képest, az, amit kaptuk egyébként mondjuk a szakszövetségtől? Gyakorlatilag mi éves szinten olyan 30 és 50 millió forint között gazdálkodunk, ez attól függ, hogy éppen milyen év. 50 felé közeledünk, ahogy telik az idő. A szakszövetségtől is kapunk támogatást természetesen. Ugye a versenyszervezésnél egyrészt ő képviseli a versenynaptárba kerülést és egyebeket, illetve azért részt veszünk a szövetség által szervezett magyar kupákon egyebeken, ahol természetesen az MKS támogatja nem csak a nevezési díjak átvállalásával, hanem versenyszervezői támogatással is a versenyeket. Ez egy fontos, tehát ezt nem lehet semmisnek tekinteni, ez egy fontos lépés. Az egy másik kérdés, hogy bizonyos verseny típusoknál, amik főleg hideg évszakokban zajlanak, mindenkinek ingyen van a nevezési díja, és én személy szerintnek sokan nálunk nem értünk ezzel egyet, hogy így azért nem lehet, hát megmondom őszintén, megalázni egy versenyformát. Amíg az utánpótlásnak ingyen van minden, azt teljes mértékkel aláírom, sőt, még én is teszek hozzá. De a milliós bringákkal kerékpározó menedzserek azért egy 6000 forintot csak ki tudnak nyugni versenyenként, én úgy gondolom. És egy 6000 forint is óriási segítség egy versenyszervezőnek. Tehát 2019-ben 30 versenyt szerveztünk. Tavaly a Covid miatt csak 20 körül. Idén tartunk 11-2-nél, tehát úgymond nem most jöttem le a falvédőről, tehát tudom, hogy miről beszélek. Na, az kikerültet, hogy hogyan aránylik egyébként a bevételetek a támogatáshoz képest? Jelen pillanat még nincs arányban. Kétszer annyi jön a versenyzésből, mint támogatásból. Miről beszélünk? Többször. Többször kettő. Többször kettő. Igen, igen. Bocsánat, hogy így fogalmazom, de ugye a 2020-as év nekünk elég nehéz volt, tehát nem volt, elég mostoha gyerek voltunk.
elég volt az, hogy van a Covid, meg még voltak más dolgok is, de úgy gondolom, hogy a 2021-es év már egész jó irányba mozdult el minden szempontból. Nevezzük nevén a gyereket, a Magyar Kerékpárszövetség úgymond felső vezetése, a főtitkár úr, elnök úr azért figyel ránk, és igyekszik minket előre mozdítani, amit köszönünk ezúton is. Ez annak a klasszikus esete, amikor az élethez szerencse kell, és hogyha nincsen, akkor addig kell ütnöd a szerencsédet, amíg meg nem adja magát? Igen. Tehát igazából a hátterem az, ami elősegít ezt az egész dolgot. Tehát én megtanultam visszalépni 3-4-et, de ami mögöttem van, a 350 gyerek, pontosabban a 300 gyerek, a 15 szakember, ha jól számolom, 10 bázisunk országszerte, ami folyamatosan növekszik. Ez mind tényezővé tesz minket, és ez még mindjárt is felejthető lenne, amikor azt mondom, hogy most van az az időszak, amikor berobbannak a gyerekek, és a dobogót valamilyen szinten, majdnem minden szakákban a piros-fehér-feketemezes gyerekek uralják. Már számtalanszor ventiláltam arról, hogy mennyire drága sport ez a bringa, és akkor se lesz jobb a képlet, hogyha csak a gyerekruhákra tekintünk. Arról meg nem is beszélve, hogy egyáltalán a piacon mennyire érhetőek el kisméretű, és főleg jó minőségi ruhák, amivel a kis hercegnőt, vagy éppen junior G-t fel lehet öltöztetni a következő versenyre. Hát de szerencsére itt jön be a Decathlon a képbe, ahol széles választékba találsz minden korosztálynak megfelelő bringás ruházatot, mint ahogy mondtam, amelyik még akár versenyzésre is alkalmas. Tehát indulás a legközelebbi Decathlonba, hogy junior jól fessen a következő versenyen. Nálatok aktív részei ugye a csapatnak a szülők is. Ugye mondtad, hogy ez kvázi mint ilyen Familia Kft. Most ennél nem tudtam szarabb hasonlatot hozni a 90-es évekből, pedig sokat gondolkoztam rajta. Igen. Hogyan tudjátok visszatartani mondjuk egy szülőben a túlbuzgást, azt, hogy mondjuk egy határain belül maradjanak? Nem könnyű, ez napi szinten jelenség. Erre majd igazából az szakembereink, edzőink tudnának válaszolni, de a legfontosabb az őszinteség, tehát nem szabad mismásolni és elkenni és elhúzni a dolgokat. Nyíltan a szemébe nézve a szülőnek meg kell mondani, amit gondol a szakember. Tehát mondok egy példát, egy szülő ott liheg a gyermek nyakába az edzésen. Persze ez nálunk nem fordulhat elő, mert ezt tudják a szülők, hogy ez nem így néz ki. Matekórára se ül be a szülő és segít a gyereket. Finoman, kedvesen azért elmondjuk, hogy mik az elvárásaink ezzel kapcsolatban. Természetesen a legkisebbeknél még más a dolog, hiszen ott a technikai parkunkban a padok vannak, körbeülik a szülők a gyerekeket, és kintről biztatják, de egy 12-13 éves gyereknél már óriási hátrány, ha a szülő kontroll alatt tartja edzésen a gyereket. Ez nagyon rossz az edzőnek, mert ugye ő úgy gondolja, hogy őt folyamatosan ellenőrzik, pláne ha beleszól a szülő az edzésbe, az tönkreteszi az egész edzést. Nagyon rossz a gyereknek, mert neki mindenképpen a szülőnek kell megfelelni, hiszen a szülő fogja ébreszteni, kelteni, tehát az ő a gondviselője. Tehát ezek olyan szakmai dolgok, amiket ugyan én is látok, és próbálok elkerülni. Habár hozzá kell tegyem, hogy annak idején, amikor az én gyerekeim pingpongoztak, én elkövettem minden olyan hibát, amit el lehet követni, és elhatároztam, hogy ha nekem egyszer lesz egyesületem, vagy csapatom, vagy bármi, akkor erre nagyon oda fogok figyelni, és nagyon markánsan fogom képviselni a másik oldalt. Tehát, hogy a szülőnek egy feladata van, hogy boldogan, egészségben nevelje fel a gyerekét, és bízzon azokban az emberekben, akik akarnak hozzátenni a gyerek jelleméhez, fizikumához, szelleméhez dolgokat. Tehát, és működik. Tehát nálunk azokat a szülőket például, akik túl buzgóak voltak, át tudtuk úgy formálni, hogy csatlakozzanak a apuka vagy anyuka csapathoz edzés mellett, amíg a gyerek edzőkkel, addig ők elmennek, futnak, gyalogolnak, bringáznak, mindenki elfáradva tér vissza az adott időpontban a bázisra, és mindenki boldog. Úgyhogy bízni kell egymásba, és akkor nincs gond. Tehát ez a legfontosabb, hogy bízunk egymásba, és fogadjuk el a másiknak a hozzáértését. Egyébként a szülők az tényleg egy nehéz dolog, mert volt egyszer egy Duna maraton, amíg előtt ugye van egy gyerekverseny, illetve volt még, amikor volt Duna maraton, ahol, hát nem is tudom, talán 4 éves volt a Bori lányom, aki futóbringával elindult ezen a kis körpályán, ahol gyakorlatilag vérre menő nyázás volt a szülők részéről, és mivel a lányom megverte a fiúkat is, ezért számon kérte az egyik apuka, hogy mi az, hogy hamarabb jött be egy lány, mint egy fiú, és hát így mondtam neki, hogy hát most nézd, de most erről nem a gyerek tehet, hogy gyorsabb volt, mint a fiad, és egyszerűen ledöbbentem, hogy ott egyébként csapatokban, mert ugye azért volt, aki mez is volt, csapatokban lévő, és később végignéztem ugye ott az egyéb U-kategóriás körözéseket is, olyan, a szülők olyan szintű
beleszólással éltek a versenybe, meg minthogyha ők indultak volna rajta, és ez valami egy ilyen full kontakt karate mérkőzés lett volna. De egyszerűen nem értettem a világomat, hogy tehát bringásként akarom én, hogy az én gyerekem ebbe belecsöppenjen. Tehát, hogy ott volt egy ilyen felismerés, hogy basszus, kell ez nekünk, hogy ezt lássa a gyerek, hogy ez történik egy bicikli versenyen. Tehát hát nem lehet egyszerű történet, főleg ennyi gyerek ennyi szülőjével együtt dolgozni, mert nyilván különböző habitusú szülők járnak a gyerekekkel. Igen, ez így van, de ez a gondolattól, amit most elkezdhetek, ez a szülő edző, majd ő megmondja, ő tudja, hogy kell, és az edző az próbáljon elfogadni mindent, amit a szülő mond, ez így ki lehetne terjeszteni, tehát ez egy ernyő, ez így jellemző a hazai viszonyokra, és akkor ez az egyik ilyen kerékkötője a fejlődésnek. Minden szinten, ha egy szülő túlzásba viszi a gyermek, vagyis maradjunk abban, hogy ha az álmait akarja megvalósítani a gyermekén keresztül, és az túlzásba viszi, és rovására viszi másoknak, az óriási károkat okoz. Tehát nálunk erre szó sem eshet, hogy ilyen dolog történjen. Időben próbáljuk meg ennek az elejét venni, vagy a méregfogát elvenni, mert megsínli a gyerek, az edző, a csapat, és a végén a szülő se lesz boldog, hanem csak egy ingerült valaki, aki nem kapja vissza az álmai elvárásait. Igen, egyébként ez egy nagyon nehéz dolog, ez a versenyezzen a gyerek dolog, mert a fiam is meg a lányom, és a fiam 12 éves, a lányom pedig 8, mind a ketten imádnak biciklizni, és egyszerűen nem tudom eldönteni, hogy belevigyem-e őket jobban ebbe a történetbe, vagy ne, ami tök szarul hangzik tőlem, aki ugye az elmúlt 25 évét a bringában töltötte, de mégis megvan ez a gát, hogy oké, járnak focizni, járt birkózni, stb., tehát próbáljunk ki egy csomó sportot, de valahogy a bringától féltem, pedig imádnak biciklizni, és megyünk is együtt, de valahogy pont ezek a dolgok azok, amik miatt ilyen kétségek vannak bennem. Meg hát ugye az sem egyszerű, hogy sokan vannak hallgatók, akik tudják, hogy én elvártam, tehát a gyerekek Esztergomban vannak, én Gödöllőn. Ha jól tudom, Gödöllőn például van olyan csapat, akihez lehet járni edzeni, de például Esztergomban nem tudok róla, és ugye eleve nehéz egy ilyen két lakiságot megoldani ebbe. Nem probléma, Esztergomban, ha egy jó szakember tudsz, aki foglalkozna a gyerekekkel, akár testnevelés tanár, akinek van egy kis pszichológia rálátása, mentálisan tud foglalkozni velük, bár is nyitunk ott egy szuperior csapatot, tehát onnantól kezdve hordhatod a gyereket, de Gödöllőn a Bike Zone Gödöllő az akár tudod hordani, mint utánpótlás csapathoz. De nagyon fontos az, hogy a szülő partnerként kezelje a befogadó egyesületet, tehát, és oda-vissza. Tehát az egyesület is tisztelje a szülőt, szülői mi voltában, tehát itt ez egy nagyon-nagyon sikamlós mesdje, ahol nagyon nehéz eligazodni ebbe a térbe, de ügyesen kell csinálni hozzáértően, és akkor nem lesz semmi probléma. A másik, amit mondasz, hogy a kerékpározás. Tehát én azt tapasztaltam meg, hogy nálunk miért maradnak itt a gyerekek egyrészt, az például a közösség. Tehát az a grund szellem, ami nálunk uralkodik, az a bandázási hajlam, az nagyon, nagyon össze tudja tartani a gyerekeket, és ez például kiváltja azt a rengeteg mobilozást, tévézést, netezést, minden. Tehát, ha ők bandázhatnak, ráadásul bringa bandákat hozhatnak létre, hogy így mondjam, akkor annál jobb nincsen. Tehát én látok edzéseken az erdőben olyan gyerekeket, akik köröznek, hogy elég várják, hogy kikerüljenek az edző látóköréből, egymással versenyeznek, egymást jó értelemben gyilkolják és csinálják, annak ellenére, hogy pedig egy lájtos tökkel menjük, vagy bármi. Nem, ők ezt élvezik, ők minden edzés egy verseny, tehát ez egy másik ilyen szakmai dolog, ebben nem mennék bele, de ez nagyon fontos a közösség, tehát hogy egy olyan csapatban edzen a gyerek, vagy járjon le bringázni, ha visszavágyik. Tehát majdnem azt mondom, hogy sírva jöjjön el az edzésről, és nem azért, mert kudarcai vannak, hanem azért, mert ott kellett hagyni a haverjait. Hány éves a legfiatalabb tagotok? Legfiatalabb tagunk 3 éves. És meddig versenyeztettek? Mondod, hogy vannak felnőtt tagjaitok, de hát igazából ugye a szervezet, edzés, tartás az meddig zajlik? Gyakorlatilag ugye még nagyon fiatalok vagyunk, 5 évesek vagyunk, és erre van egy programunk, hogy ne veszítsünk gyerekeket. Tehát egy egyesületnek az a legnagyobb veszteség, amikor eléri a gyerek a 16-17-18 éves kort, és ha él sportul, akkor elviszi egy másik egyesület, aki jobb, aki tehetősebb, vagy elviszi, elmegy külföldre, és akkor az egyesület soha többé nem találkozik rosszabb esetben a gyerekkel, esetleg ha hazatér, akkor, vagy visszatér, akkor mint master, vagy bármi folytatja. Nálunk gyakorlatilag folyamatos, tehát ha most azt mondom, hogy 3 éves korában elkezd a gyerek, ha bármi csak 5 éves tapasztalatunk van, akkor nyugdíjasként, szuperiorként fejezheti be, nyugdíjasként, hát nem fejezzük be a kerékpározást, azt végigvisszük, élethosszig tartó elfoglaltság,
Tehát gyakorlatilag superior maradhat életfogytáig. Illetve ugye itt a versenyzők meg a kinevelése egy fontos kérdés, hogy tehát nem engedjük el 19 évesen, 18 évesen se a gyerekek kezét, hanem megpróbáljuk a nagy tömegnek, akik inkább kedvelésből és hobbiból járnak edzeni, olyan körülményeket biztosítani, ami miatt megmarad ez a családhoz tartozás, ez a superior családba való maradás, és akkor elmennek maratonozni, ikciózni, cyclocrossozni, de csak mint felnőtt, tehát keftelés, mert ugye jön a család, jön az építkezés, jön ez, jön az, élni kell, tehát a bringa ilyenkor második helyre, vagy harmadik helyre, vagy sokadik helyre fog kerülni, de az élversenyzőknek ebben a körben megpróbáljuk már azt a lehetőséget, és elkezdtük fölvenni külföldi klubokkal, főleg olasz, szlovák, cseh, vagy spanyol klubokkal a kapcsolatot, akiknél majd folytathatják. De nem levelezőn szeretnénk ezt a versenyeztetést űzni, mint általában szokták, hanem a bizonyos gyerekeink ott fogják a suliaikat, vagy a munkájukat végezni, és emellett annál a csapatnál fognak versenyezni. És amikor ott lejár a mandátumuk, vagy éppen haza akarnak térni, akkor a saját mezükbe folytathatják tovább a versenyezést, tehát a superior keretei között, vagy a versenyzést, vagy akár munkalehetőséget kapnak nálunk, mint edző, vagy hasonló, vagy csapattagként. Tehát nem szeretnénk így széthullani, ez tényleg egy család, és úgy is építjük fel az egészet. Megmondom őszintén, hogy engem is meg tudott lepni ez a információ, hogy így ilyen külföldi, gyakorlatilag ilyen majdnem, hogy ilyen ösztöndíj rendszert raktatok össze, amivel itt tudtok ilyen partner kapcsolatokat kialakítani. Igen, ennek még nagyon az elején járunk, ugye az első úgymond versenyzőink, akik már nevet szereztek maguknak a magyar kerékpáros verseny életben, most bátran mondhatom a nevüket, a Takács Zsombit említhetném, például az U17-es versenyzőket, vagy Csúlya Bálintot, ők lesznek azok az első titánok, akiknek a életét fogjuk majd úgymond segíteni. Természetesen a szülőkkel, a családdal szoros egyetértésben, ugyanígy fog működni a fiatalabb generációnál is, a 13-14-15 éveseknél is, ha kitartanak a csapatnál, a csapat se fogja az ő kezüket elengedni, és segíteni fogja őket mindenben, és így szerintem a káposzta is és a kecske is szituáció működni fog. Mondtál azért egy-két egyesületet az interjú közben, akik ugye foglalkoznak utánpótlással, hát most nem azt akarom, hogy üzletszerűen, de hát főtevékenységszerűen. Mi az, amiért egyébként többi egyesület nem tud ekkorára nőni? Mi az, ami visszatartja szerinted őket? Gyakorlatilag, amiről eddig beszéltem, minden. Tehát mi egy egyedi utat járunk. Az, hogy én feladtam egy 30 éves menedzseri múltat, az, hogy most már gyakorlatilag 3-4 főállásban foglalkoztatott, úgymond alkalmazottunk van, ez cégépítés. Tehát ez, ahogy mondtad is, ez üzleti alapokon nyugvó projekt, amit a mostani felállás szerint lévő egyesületek, ugye ők a föntről válják a megváltást és a csodát. Tehát az is egy út, de azt nem lehet drasztikusan növelni se a létszámot, se a szakmai tímet, mert nem lesz önfenntartó. Tehát nálunk, és ezért kaptam a fejemre korábbi dolgok cikkeimben, vagy ilyen megjelenéseimben, hogy mi az, hogy mi önfenntartók vagyunk, pedig azok vagyunk, tehát eszi, nem eszi, tetszik, nem tetszik, mi teljes mértékben 100%-ig önfenntartók vagyunk. Tehát még állami támogatás nélkül is? Jelenleg nem akkorák ezek a támogatások, hogy nagy törést okoznának a bocsánat, annyit tisztázunk, hogy az állami támogatás nincs. Tehát az MKS-t én nem tekintem állami támogatásnak, a szakmai háttér támogatás, olyan, mint mondjuk, amire gondolsz, hogy a foci meg hasonló TAO és társai, ilyenről sajnos nem beszélhetünk a kerékpárban. Jelen pillanat, fönn tudjuk tartani a rendszert, akkor mondjuk ki állami támogatás nélkül is, de a növekedéshez mindenféleképpen kell, meg mondjuk azt a egyenlő elbírálás alapján nézze a dolgokat, azért természetesen mi is számítunk, és szeretnénk, ha kapnánk támogatásokat. Én azt mondom, hogy elsősorban az eredményesség szempontot kéne előhozni, és erre nagyon jó jelek vannak. Ugye Pinzinger Péter meghirdette az utánpótlás támogatást, ami az eredményességre, a versenyen való indulási létszámot fogja, erre léte is jött egy alapítvány, fogja szem előtt tartani, és 2022-ben ez a program már forintálisan is érzékelhető lesz. Várjuk ezt, reméljük, hogy sokan ki fognak addig tartani. És mondtad, hogy több telephelyetek van, illetve műhelyetek van régiósan. Mi a ti korlátotok, amit titeket visszatart, hogy még nagyobbak legyetek? Hol látod a szűk keresztmetszeteket? Én úgy gondolom, hogy a megfelelő szakember háttér, tehát semmi más. Ugye gyerekből Dunát lehet rekeszteni, ha nem vinni el a TAO sportot,
többsége a gyerekeket, vagy a délutáni iskolai foglalkozás, akkor mindenki biciklizne. Tehát akkor most az lenne, mint Szlovákiában, hogy minden gyerek kerékpározik, és nem a labdát rúgja. De mivel így van, ezért nekünk ügyesen kell lavírozni ebbe a világban, és megtalálni azokat a utakat, amik a gyerekekhez fognak vezetni, és a gyerekekhez, mint mondtam korábban, a szülőkön keresztül visz az út. Sokszor megkapjuk azt egyébként a hallgatóktól, hogy fanyalgunk, hogy túl drága a sport, és hogy hát ez nem feltétlenül egy konstruktív hozzáállás, de jól érzem abból, amit te mondasz, hogy nektek sikerült átütni. A gyerekek versenyeztetésében az nem visszatartó indok, hogy mondjuk egy kerékpár mennyibe kerül? És mi ennek ellenére tudtok egyébként behozni még több gyereket? Hát őszintén megmondom, hogy engem soha nem tart vissza az, hogyha a gyermeket vagy gyereket kell szponzorálni kerékpárral, abban az esetben, hogyha ő beletette annyi munkát, ami alapján ezt megérdemli vagy kiérdemli, és számtalan gyerekünk van, aki csapatkerékpárral megy és versenyez, annak ellenére, hogy esetleg más oldalon az egyesületnél ez nehézséget okozott, ez a beszerzés. De ez óriási motiváció a gyerekek számára is, hogyha a csapattól bizonyos dolgokat kapnak a versenyeztetés, és most nem csak az utaztatásról van szó, vagy a nevezési díjról, hanem a teljes felszerelésről, ami ha mint elismerésként kapják, és nem előre megkapják, tehát nálunk nem működik az, és ez nagyon fontos, hogy előre finanszírozunk semmilyen szinten. Tehát előbb le kell valamit tenni az asztalra, és utána viszont kinyílik a kánán és a bőségszaru, úgyhogy, és ameddig a gyermek ezt komolyan csinálja, hozza az eredményeket, és mosolyogva csinálja, tehát nem szenvedés, és látjuk, hogy nem szülői nyomás, vagy bármi, addig ez nyitva is marad ez a lehetőség, és tudjuk finanszírozni. Tehát mondhatnám ezt a régi mondást, hogy sok klub disznó győz alapon, nem szép, nem ide való, de tényleg az, hogy ilyen sokan vagyunk, ezzel azt a két tucat versenyzőt tudjuk finanszírozni, akiknek a versenyeztetése viszont nagyon-nagyon fontos, hogy ne csak az legyünk, ami 5 évvel ezelőtt voltunk, amit ránk fogtak, hogy egy hobbi csapat, vagy egy majd megszűnnek előbb-utóbb, hanem versenycsapat legyünk, és mint mondtam korábban is, U9-től, U7-től fölfelé meg kell nézni az eredménylistákat, csak idén tarolunk, tehát beérett a fa, beérettek a gyümölcsök, az edzőink munkája most ért be, és egyre több kiváló versenyzőnk van. Helyezkedjünk egy ilyen utópiába, és képzeljük el Magyarországról, hogy mindenki nyitott másnak a véleményére, és nem akar kommentekben meggyőzni és lenyomni másikat. Hogyha te most tudnál egyébként másik csapatvezetőknek a fejébe elültetni gondolatot, akkor mi lenne az, amit útra adnál nekik? Ez egy nagyon jó kérdés. Manapság mindenki kap lehetőséget, hogy bizonyítson legfelsőbb szinteken. Én úgy gondolom, és ezt már mondtam, sajnos sokszor ismétlem magamat, hogy mi a saját utunkat járjuk, nyíltan, nyitottan, nincsenek titkaink, semmiben nem titkolózunk. Nem akarok igazából semmit mondani, mert ránk kell nézni, lehet minket másolni, lehet minket kérdezni, nagyon szívesen segítünk. Én úgy gondolom, hogy most, ami jelenleg látható, az mindenki próbálja megvalósítani a saját elképzeléseit. Véleményt nem akarok róla mondani, ezt majd az idő eldönti, hogy az úgy jó-e vagy sem. Ha például valaki csapatvezető hozzád fordul tanácsért, segítesz neki, hogy lehet ezt fölépíteni? Természetesen erre több példa is van, azt is mondhatnám, hogy elég sűrűn, és aztán a vége lehet, hogy az lesz egy szuperior csapat, régiós klub lesz belőle. Egyébként borzasztó nehéz gazdaságilag megtalálni az egyensúlyt, hogyha indítasz egy csapatot, az rentábilis legyen, és ne, vagy nullszaldós legalábbis, de az még kevés ahhoz, hogy fejlődni tudjon, vagy növekedni tudjon. Pontosan, tehát volt egy ilyen megkeresésünk talán 2 idén, és ebből mind a kettőből régiós superior csapat lett. Ezt most nem úgy kell elképzelni, hogy mi mindenkit bekebelezünk, és superiornak kell lennie. Óriási önállóságot kap az adott régiós csapatunk. Idén nyitottuk ugye a lábatlani csapatot, a Dunamente lábatlani ökocentrumban, megkeresésre ráadásul, és ami egy példaértékű, és amit folytatunk is, az a Hóbarátok Ese Újpesten, ahol a kellemes a hasznosra kötöttük össze, ugyanis ugye egy sípályának télen van létjogosultsága, és a tavaszi nyári őszi időszak elég nehézkes, még ha van is műanyag lesiklópálya, és megtaláltuk partnerként egymást az ottani vezetővel, Pajával, és gyakorlatilag egy szuperior bázis jött létre,
mi adjuk a szakmai hátteret, és gyakorlatilag az egyesületi hátteret, ők pedig tartják az edzéseket, és szervezik az ottani klub életet, és ez nagyon, nagyon szuperül működik, azt kell, hogy mondjam, és ez a cél egyébként országszerte, hogy ilyen csapataink jöjjenek létre, ahol más sportok is bekapcsolódnak, tehát minden, ami az egyensúlyvesztéssel kapcsolatos, hogy a sízés, kerékpározás, aztán lehet, hogy egy lovardába is nyitunk majd kerékpáros klubot, de próbálkozni kell. Tehát úgy látom, hogy ez a sívonal, ez be fog válni. Azt nem akarom megkérdezni szülőknek, mit üzennél, mert szerintem ezt egybe kötöm azzal a kérdésemmel, hogy hol lehet titeket megtalálni, meg hogyan lehet veletek a kapcsolatot felvenni. Gyakorlatilag 9,5-10 bázison vagyunk jelenleg most Magyarországon. Ilyen felsorolás szintjén Vácott, Szentendrén, Ürömön, Pilis, Borosjenőn, Óbudán, Újbuda a központunk, ide kapcsolódik szorosan Diós, Törökbálint, Lábatlan, Újpest és Sopron. Lehet, hogy kihagytam valakit, akkor elnézést. Gyakorlatilag a Facebook egy óriási, illetve a marketing hátterünk elég erős, és ezáltal hamar ránk találnak a kereső motorok. Ugye az 5 évnek megvan a termése, rengeteg filmet gyártottunk magunknak, a közvéleménynek kifelé, mindenfelé, és ezek a filmek járják a netet, és látják a szülők, hogy miről szólunk. Tehát nekünk nincsenek úgymond titkos bugyraink, minden kint van a YouTube-on. Van technikai YouTube csatornánk, van normál YouTube csatornánk, egy 9000-es követői bázissal rendelkező Facebook fő profilunk. A weboldalunkon folyamatosan pörögnek a versenyek, események. Ebből a szempontból, ha valaki így keresgél, akkor megtalál minket. Ha a régiójában keresgél, ott meg pláne, mert ugye látja az adott területen működő bázisunknak a aktivitását, és természetesen megkerestek minket, és így nem panaszkodhatom, tehát nagyon sokan elérnek. Sanyu, nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm a meghívást. Tehát gratulálok egyébként az eredményekhez. Nem tudok többet kívánni, ritkán szoktak a te korodban lévő férfinek sikeres gyarapodást kívánni, de hát... Köszönöm szépen. Ez a legadekvátabb. Sikeres gyarapodás, az sajnos súlyban megvan, de remélem majd a létszám is jönni fog, még tovább. Nagyon szépen köszönöm még egyszer a lehetőséget. Mi is köszönjük szépen neked, illetve hát meg azt egyrészt az interjút, másrészt meg, hogy mondjam, ez kicsit patetikus ezt mondani, de hát azt is, amit ugye az utánpótlásért teszel, mert mindenki tudja Tomiról és rólunk is, hogy nekünk fontos, tehát nem csak folyamatosan szeretünk, de hogy ezt meg is becsüljük ezt a munkát, úgyhogy még egyszer gratulál és köszönjük. Nektek meg nagyon szépen köszönjük, hogy meghallgattatok minket ezen a héten is. Hogyha tetszett, akkor nyomjatok egy jó rétinget. Ha nem tetszett, akkor ne nyomjatok rétinget nyilván, mert azt nem szeretném látni, ennyire vagyok narcisztikus. Hogyha még jobban is tetszett, akkor meg támogassatok Patreonon, osztatok meg a haverokkal, de szerintem ennél sokkal fontosabb, hogy jövő héten találkozunk, addig menjetek egy párat ringázni, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!